Folytatjuk is műsorunkat, és ahogy az előbb elköszöntem, a Bölcsödék napja alkalmából a Jeruzsálem úti bölcsödéből kitüntetést vehetett át Rostás Istvánné Katika, akit köszöntök a stúdióban. Szia, Katika! Szia, Gábor! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket! Én pedig köszönöm, hogy tegeződhetünk, mert ebben maradtunk itt a műsor elején. Kisgyermek nevelő kiváló dolgozó. Ez az a kitüntetés, amit átvehettél tegnap előtt. Beszéljünk már erről, hogy hogy fogadtad a hírt. Hát nagy örömmel fogadtam. Niki körülbelül az ünnepség előtt 2 héttel behívott az irodájába, és akkor közölte velem, hogy ő én rám gondolt, mivel hogy nagyon jónak látja a munkámat, és akkor ő felterjesztette erre a kitüntetésre. Ő ezt elmondta a műsorunkban egyébként, hogy nagyon büszke a 8 kisgyermek nevelőre, és nem volt könnyű kiválasztani a 8-ból a legjobbakat is, de a kisgyermek nevelés ez egy hivatás. Igen. Ha jól tudom, az előzetes beszélgetésünkből te már egész fiatal korban, középiskolás korban tudtad, hogy ez lesz az irány, így is lett? Igen, sőt, már korábban tudtam, mert már általános iskolás koromban elhatároztam, hogy én kicsi gyermekekkel szeretnék foglalkozni, és hogy bölcsödében szeretnék dolgozni, és éppen ezért egészségügyi iskolába mentem tovább tanulni, pontosan azért, hogy tudjak bölcsödében dolgozni. Mert annak idején csak úgy lehetett bölcsödében elhelyezkedni, hogyha egészségügyi iskolát végeztünk. És akkor ez sikerült is. Igen, igen. Most sikerült. Akkor, ha itt a szavaidből kiveszem, több mint 2 évtizede a kisgyermek nevelés szolgálatában. Mi ebben a hivatásban a szép? Így van. Hát az a szép, hogy látjuk a gyerekek fejlődését. Tehát minden nap gondoskodunk róluk, játékos formában pedig fejlesztjük őket. Akár a beszéd területén, az önállóság, a mozgás, a szobatisztaság területén, mind-mind. Tehát amíg ők a bölcsödében tartózkodnak, nagyon sok mindent megtanulnak, sokat fejlődnek, mire ők óvodába kerülnek. És ebben azért mi is részt veszünk ebben a fejlődésben. Ja, most 2 évtizedet mondunk, ebből mennyi a bölcsödei munka itt Gyöngyösön, és 60-ban is voltál. Igen. Ott mennyi volt tehát? Hogy oszlik meg a két város között az arány? Hát körülbelül úgy, hogy Gyöngyösön körülbelül 11 évet dolgoztam, de egy kis megszakítással, mert fiatal koromban dolgoztam 5 évet, most pedig 6 éve vagyok a Jeruzsálem úti bölcsödében, 60-ban pedig 10 évet dolgoztam. És hogyha most megnézzük ezt, hogy teltek múltak az idők, változtak az idők, most elmondta tegnap az intézményvezető asszony, hogy teljes kapacitással működik a bölcsi, tehát 50 fővel. Nagyon sokféle inger éri a kisgyermekeket is, a szülők is elfoglaltak, dolgozni mennek. Hogyan látjátok a gyermekvilág alakulását? Mert hogy az 1-3 éves kor egy szenzitív, meghatározott idő. De változtak az idők. Most is más ingerek érik a gyerekeket, akkoriban is más ingerek érték. Hogy látjátok ti ezt az évet? Igen, ez valóban így van, hogy sokat változott a világ. Nyilván, hogy a szülők is változtak, a gyerekek is változtak. Azért ingerlékenyebbek mostanában a gyerekek. Úgyhogy azért sokkal több türelem kell hozzájuk, mint régebben, mint korábban. Mi a legnehezebb ebben a hivatásban? Mi a legnehezebb? Hát talán, amikor a szabályokat tudatosítani kell velük, tehát muszáj következetesnek maradni. Tehát ha egyszer valamit kérünk tőlük, és azt mondjuk, hogy nem, azt nem szabad, akkor ahhoz tartani kell magunkat. És azért ez egy kicsit nehéz. És mennyire együttműködőek? Például, amikor egy csoportos tevékenységről van szó, 12 fő egy Igen. csoport, hogy amikor csoportos tevékenységet végeztek, amikor egymással is kell toleránsnak lenni, egyforma életkorúak, még akkor is, ha csak nagyon pici a különbség az évek között. Ezek a közösségi dolgok hogyan realizálódnak? Hát végül is az elején, amikor a gyerekek bekerülnek a bölcsödébe, akkor egy kicsit ugye nehezebb ezeket a közösségi szabályokat betartani, de utána, hogy telik az idő, egyre jobban hozzászoknak, és utána már nagyon könnyen működik. És hogyha most azt nézzük, hogy kisfiúk és kislányok, akkor kik könnyebben szocializálhatóak, akár bármire is? A kislányok egy kicsit talán nyugodtabbak, mint a fiúk pedig elevenebbek. És mennyire kell a szülőkben tartani a lelket, hiszen azért a legérzékenyebb időszakban kell leszakadni a családról, még ha csak átmeneti időszakra is a nap folyamán, de anyuka elmegy dolgozni reggel korán, jön a kicsi a bölcsibe,
És ez egy olyan időszak, amit a gyermek a szüleivel töltene szívesebben, ám most egy intézményesített rendszerben van. Ez mennyire nehéz? Igen, ez így van. Sokszor a szülők sokkal jobban izgulnak, mint a gyerekek. Tehát gondolok itt mondjuk még a beszoktatás időszakára is, hogy a gyerekek egész könnyedén veszik az akadályokat, de a szülő sokkal jobban izgul. És akkor ezt a gyerek megérzi, átveszi, és ő is egy kicsit feszültebb lesz ezáltal. És mennyit ad a gyerkőcnek, mert hogy aki bölcsödés, az utána már könnyebben veszi az akadályt például egy óvodában, igen, hogy milyen képességeket tud elsajátítani a bölcsödei nevelésben, hogy az óvodában könnyebben vegye az akadályokat. Igen, persze sokkal önállóbb lesz a gyermek, és mondom, szokja a közösségi szabályokat. Ez nagyon sokat jelent számukra, hogy mikor bekerülnek az óvodába, akkor sokkal könnyebben veszik az akadályokat. Már minden ilyen ismert a számukra, hogy mit kell csinálni egy közösségben, és hát mondjuk az óvodából szoktunk visszajelzést is kapni, hogy sokkal ügyesebbek, úgymond a bölcsödés gyerekek, mint akik otthonról kerülnek be az óvodába. Igen. Meg gondolom, a gyermekbetegségeken is túl vannak már hamarabb a közösségben, és esetleg jobban veszik az akadályokat. És akkor a bölcsödei nevelés, mint népszerűsítés, vagy mint népszerűség, hogy örvend a fiatal kollégák körében? Most már egyre jobban, főleg mióta beindult a főiskolai képesítés, azóta nagyon tényleg szeretik a fiatalok, meg most már anyagilag is tényleg megbecsülést örvend ez a szakma, és így többen jelentkeznek a fiatalok kisgyermeknevelőnek, talán még jobban, mint óvodapedagógusnak. Hát akkor kívánjuk, hogy ez így legyen, és neked is még számos szép évet kívánunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt tehát ma a Gyöngyös, ma természetesen a város másik bölcsödéjében, a Dobóúti bölcsödében is Juhászné Szabó Andrea kapta a kitüntetést, akit szintén meghívtunk egy ilyen beszélgetésre, ám nem kívánt élni a lehetőséggel. Ezúton innen a tévéképernyőink keresztül is kívánunk neki nagyon szép munkát, és gratulálunk az elismeréshez. Gyöngyös Mával pedig legközelebb holnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket, viszontlátásra.